Na, hellóztok! Amit éppen láttok, az az Unico cégnek a Voli benchmarkja, mint völgy. És ugye látjuk itt fölül, hogy az Unico-nak van szó a Voli benchmarkjáról, ami igen egyszerűen ezt nem tudom följebb rakni, hogy kicsit nagyobbra, ezt majd később elmagyarázom, hogy ennek mi az oka. Hát ez. A monitor az 3x1. Tehát nem valami egyszerű. Ilyen kíméletlen állat, és mint ugye látjuk, hogy az Ati Redonnak a katalisztjában csoportban van rendezve 5040x1050-es felbontásban. Kicsit hátrébb megyek, hogy lássátok, szóval ez fog menni 5040x1050-be. Az a lényege, hogy egy völgybe vagyunk, illetve leszünk mindjárt, mert elindítjuk a... Jaj, elment a kép, mindjárt visszajön. Ezt nem tartom indokoltnak, ezt a Crossfire X-et. Közben egy csalni kell, mert közben már elindult a demo. Meg kell várni, amíg napsütés lesz. És... az egy nagyon szép pillanat, mert mindjárt. Ja, közben mutatnám, hogy az így néz ki. Ez nem néz ki szarul. Na, azt kell mondjam. Elnyomom az F4-et kétszer, és innentől kezdve mi magunk megyünk. Tehát amerre akarunk, arra megyünk, és természetesen az egérrel is lehet nézelődni. És hát bármerre nézünk, mind a három monitor megy arra, amerre akarjuk, ha nem egyszerű. Közben visszanyomom a repülőmódot, mert így azért mégiscsak sokkal látványosabb. Az a baj, hogy így nem látjátok a minőségét a dolognak. Úgyhogy visszajövök a középső monitorra, és megpróbálom nektek elmagyarázni, hogy ez ilyen. Ja, amúgy az egész völgy be van digitalizálva, és minden egyes fa rajta, minden egyes fa, ág, meg gaj, na hát nem egyszerű módon meg van csinálva, igen. Közben lenyomom az F4-et, igen, mert ez azért nem gyenge, tehát... ez csak egy fű. Nem egyszerű. Egyébként, amit éppen látunk, az 30 FPS. És a 30 FPS-nek mondjuk ilyen spártai egyszerűséggel... Gyerünk! De utálom ezt az autofókuszt. Na mindegy, szóval remélem látjátok, azért 27-28 FPS körül van. Ennek az az oka egyébként, hogy ezt el kell osztani 3-mal, és akkor kapjuk meg a 30-at. Mert 1-2-3 monitor a 100-zal megy. Amúgy. És hát nem egyszerű. Gyönyörű szép képe van egyébként. Tudom javasolni a minden egyes fűszál külön mozog effektet. Tehát az egy ilyen aberrált... Nem tudok más szavakat használni rá, hát ez gyönyörű haver. És hát csak ezzel, hogy itt az ember itt sétálgat, itt a völgybe, nem történik semmi, nem gyilkolsz meg senkit, nem kell fölrobbantani senkit, csak hogy sétálgatsz a völgybe, és gyönyörű szép. És pihensz. Hát ha valamiért, akkor ezért megéri megvenni még egy nagyobb teljesítményű gépet, hogy ez a szépség itt kijöjjön. Ja, itt vannak a mozgásbillentyűk, tehát hogy mivel kell menni előre, hátra, jobbra, balra. Természetesen átállítható ez a dolog. És szép. Nem tudtam megmutatni a jobb felső sarokban a feliratot. Gyönyörű szép.